Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester úr, képviselő úr, Krisztusban szeretett testvéreim, eredetileg ez a Szent Mise rádió közvetítésű lett volna. Nem tudom, mi az oka, de a műsorváltozás kivette a közvetítést. Van ennek haszna is számunkra, mert így sokkal családiasabban tudjuk megtartani ezt az ünnepet, mint hogyha egész országot figyelembe véve kellene most szólanom. Mert ami Szent Istvánhoz való kapcsolódásunkat, ha felsorolom itt az Egyházmegyében meg Kalocsán, akkor esetleg az ország más tájain hivalkodónak, hencegőnek tartottak volna. Hiszen nem csak arról van szó, hogy ünnepeljük Szent Istvánt, ez az Egyházmegye Szent István védnökséggel adt áll, ami fő patronusunk ő. Szent István király biztos, hogy járt az első templomunkban, amelyet most föltártunk, majd láthatóvá tesszük, és körülbelül itt van az oltár alatt, a régi oltárnak a kövezete. Itt az oltárban az ő erekjének egy darabja, azzal az asztrikéval, akit most már azonosítottunk, aki hozta második szilvesztertől a Szent Koronát. Ebben az Egyházmegyében 14 titulusú, Szent István titulusú templom van. Hát itt a tőszomszédságunkban is Szent István királynak van a temploma. Ott volt este a búcsú. Két falu van elnevezve, Baja Szent István és Szent Király, ami első és Szent Királyunkról. Iskolánk is van Szent István nevű. És azt úgy zárójelbe hozzáteszem, hogy az én Bérma nevem tudatosan 10 éves koromtól Szent István királyról van véve. Nem a vértanúról, hanem Szent István királyról. Abban az időben olvastam Kós Károlynak az Országépítő című könyvét, ami Szent Istvánról szól. És hát azt is elmondhatjuk, hogy itt a Szent István kultusza azért is volt nagyon fontos az elmúlt évszázadokban, mert itt hangzott leghitelesebben az az ének, hogy hol vagy István király, téged magyar kíván, a nagy pusztulás, a nagy elnéptelenedés után. Itt vágyódtak annyira, hogy Szent István állama újra fölépülhessen. Két képet azonban az átlag magyar ember őriz magában, ahogy hozza Asztrika koronát és átnyújtja Szent Istvánnak, hát ez is sok helyütt megvan, mert itt a Rölifen, kint a városban, kint a templom oldalán, bent az érsekség képein. És a másik kép, ahogy fölajánlja Szűz Máriának halála előtt. E két koronához kapcsolódó esemény ideje alatt építette ki a keresztény királyságot, és kötötte a magyarságot a kereszténységhez, Jézus Krisztushoz. Az első esemény egy megtiszteltetés volt, és egy feladat. A pápa elismerte őt keresztény uralkodónak. A második esemény pedig a kétségbeesésből az alázatos imádsággá és könyörgésé váló Szent Istváni kívánság, hogy ezt a népet őrizze és védje a történelem folyamán, Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya.
A szent koronának, ahogy mi már most mondjuk, kérdés, hogy azért szente, mert Szent István királyt hordta, vagy pedig annyira kultikus tárgyá lett, ezen lehet gondolkodni. A gazdagításával kapcsolta össze a királyságot Szent István király. Ezt olvashatjuk az Intelmekből, ahogy ő ezt fiának írja Imrének, hogy ha gazdagítani akarod koronádat, mert a szimbóluma lett az országnak, jelképe a magyar népnek, akkor ezt és ezt tedd, mondja a király. Egy időben megkérdőjelezték, hogy vajon az Intelmeket Szent István írta, vagy talán csak egy királytükröt vettek alapul a tudós főpapok. Ma már az a közmeggyőződés, hogyha volt is valami külföldi alapja az Intelmeknek, vagy fölkért olyan főpapot, aki segített megírni, a fő gondolat tőle származik. Azt nem merte volna senki megengedni magának, hogy Imrét szerelmet és fiamnak szólítsa. Az a bensőséges hangnem az önmagában bizonyítéka annak, hogy Szent Istvántól származik a gondolat. Hát, hogyha egy vezető ember az adminisztrátornak diktál, hát mondhatja az adminisztrátor is, hogy én írtam, igen, a számítógépbe. De a gondolatokat ő mondta, a vezető. Hát így van ez az Intelmekkel kapcsolatosan is. És benne van az a csodálatos pedagógia, amit meg kell minden idők nevelőinek szívlelnie. Mert adja az Intelmeket, és közben így írja pontosan, az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kételkedés minden békülja nélkül kövesd. A legjobb pedagógia, hogy példát hagyunk, példát adunk. De a fordítottja is sajnos igaz, ha nem adunk jó példát, a szavunk szertefoszlik vagy farahány borsó. Mert a példa megmarad, a szavak elszállnak. A mai napon úgy gondolom, a nagy méltatásokban sokszor elhangzik az a mondat, hogy mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő, ennél fogva megparancsolom neked, szerelmes fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint hogy máshol lakjanak. Ebben a globalizált és migrációtól terhes világunkban vissza lehet ezzel a mondattal élni. Éppen az új kritikai kiadások mutattak arra, hogy itt valójában miről is van szó. És én ezt itt ismét idézem. Ahogy ugyanis a vendégek a világ különféle részeiből és tartományaiból érkeznek, úgy hoznak magukkal különféle nyelveket és szokásokat, valamint különféle tanító írásokat és fegyvereket. Ezek az összes királyságnak díszére válnak, s nagyszerűvé teszik az udvart, és elrettentik a kihívóan fellépő külföldieket. Az egynyelvű és csak egyetlen szokásmódra épülő királyság ugyanis gyenge és törékeny. Tehát Szent István király azt akarta, hogy értékes emberek jöjjenek ide, akik hoznak ide tudományt, hoznak ide a fegyverekkel ipart, és sok olyan jó szokást, amit meg kell becsülni. Nem azt mondta, hogy minden estül jöjjenek, aki csak akar, ne tartsa meg a törvényeket, és mint valami olvasztó tégelybe majd lesz valami, kialakul. Hát ő a rendnek az őre volt. Mai napig lan, még ismerjük a törvényeit, az 56 törvény, ami megmaradt,
abból még ma is van érvényes, az árvákat nem lehet kisemmizni. Ez is benne van. Hát ő a törvény őre is megtartója volt, hát semmiképpen nem akarta volna azt, hogy ahogy az előtten lévő népek itt vándoroltak, és aztán hát valahol felszívódtak, míg jöjjenek mások, aztán majd csak lesz itt valami, hanem azt, hogy jöjjenek és gazdagítsanak. A királyi udvart gazdagítsák, és onnét leágazva tanulja meg a nép azt, amit a királyi udvarban jónak tartanak. Ezáltal azokat, akik pöffeszkedő emberek, mint egy háttérbe és sarokba szorítsa velük a király. És hát, ha nézzük azt a 10 fejezetet, az önmagában egy irodalmi remek mű, de teológiailag is az, mert a keresztény morálisunkban az van, hogy a hitre, a cselekedetre egyaránt szükség van. És kezdje a hit megtartásával. Akkoriban így mondja, a katolikus hitet tartsd meg. Akkor miután nem volt még reformáció, a katolikus hit az egyszerre egész egyetem és krisztusi örökséget jelentette. Tartsd meg ezt a hitet, tedd első helyre. És az utolsó fejezet a király kegyességéről, a cselekedeteiről szól. És ott is fölfigyelhetünk valamire, hogy nem tilalmakat mond Szent István. Az Ószövetség 10 parancsolata az javarész tilalmakból áll. Ne lopj, ne hazudj, ne paráználkodj, ne kívánd, és így tovább. Hát ez is egyfajta pedagógia, de a pozitív az, hogy mit tegyél. És azt mondja, hogy légy szemérmes, légy mértéktartó, légy serény, és így tovább. Tehát azokat az erényeket mondja, amelyeket nem csak a királynak, hanem minden embernek meg kell tartania. És amikor sorolja az erényeket, akkor azt mondja, idézve Jézusnak a farizeusokkal szóló beszédje végén, ahogy maga Jézus is Ozeiást idézi, mert irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Na itt helyére kell tenni ezt a mondatot. Mit jelentett akkor, hogy a farizeusokkal, de már Ozeiásnál is, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot? Biztos, hogy benne volt az a fajta kegyesség és jó cselekedet, amikor valaki meg tudott bocsájtani. Ebb tekintetben Szent István királyunk párját ritkította, mert jól lehet szigorúnak mutatkoznak a büntetései, de hát a többihez képest, ami akkoriban volt, hát az elképzelhetetlen. Zács Felicián egész családját kiirtották, amikor rátámadt a királyra. Ő ilyet nem tett. Hát a Vazul unoka avatta szenté Szent István királyt. Ő ott büntetett, ahol kellett. Tehát nem csak így volt itt az irgalmasságról szó, hanem abban az összefüggésben, amikor a farizeusok a csomó látszat dologra törekednek, hogy megtartsák, de elmennek a lényeg mellett. Ezt nagyszerűen át lehet fordítani a mi időnkre. Hát milyen világban élünk, hogy papír papírt igazol. Egy olyan világban élünk, amit hát a fiatalok úgy élnek meg, hogy van egy ilyen illúzió, hogy az okostelefonjaikon és minden máson nincs a valósághoz köze. A felnőtteké pedig az, hogy benne vagyunk egy mérhetetlen, bürokratikus rendszerben, és ott az a lényeg, hogy a papírt igazolja a papír. És elsiklik közben az igazi élet. És ekkor mondja azt, hogy én nem ezt akarom, mondja Szent István király Jézust idézve, hanem az, hogy igazi, értékes életet éljetek, a jó cselekedetekkel teljessé téve. És itt valóban felszólít bennünket is a jó cselekedetekre, hiszen erről szól valójában az utolsó fejezet.
Nekünk keresztényeknek feladatunk, hogy jót tegyünk az Úr Jézus mintájára, körüljárt jót cselekedvén. Csak hogy a jó cselekedeteknek is, mint minden más erénynek, ott kell a hátterében lenni az értelmességnek. Hogy jót jól tegyünk. És erre már fölfigyeltek az ősegyház idején. Van egy könyv, a 12 apostol tanítása, vagy ahogy közismertebb nevén a Didakhének mondják, ez ugye az első század végén keletkezett Jézus tanítása folytatásaként, és abban azt mondja a szerző, a 6. pontban, izzadjon meg a kezedben az alamizsna, amíg nem tudod, hogy kinek adod. Hát szét lehet szórni a Dáriusz kincsét, Budapestre menet minden kereszteződésnél a birkódusoknak lehetne adni valamit. Értelmesen jót cselekedni. Ez nagy fontosság a mai világban is. És itt a migrációra is vissza lehet utalni, hogy ott megnézze az igazi okokat. Miért jöttek? Ki vezényelte őket? Ki finanszírozza őket? És megkeresni, és úgy tenni a jót, mert kétségtelen, ha van egy szenvedő ember, akkor az irgalmas szamaritánus példájára nekünk segíteni kell. De ugyanakkor meg kell nézni, hogy milyen világban is élünk, mi az, amit nekünk tennünk kell. És aztán mi ünnepeljük benne egyszerre a politikai lángészt, a politikust, az államférfit és a szentet. Nem hőst, mert a hőssel vissza lehet élni. A hős egyik országban vagy egyik népben kiváló személyiség, a másikban ellenség. De a szentet Isten óvja. És hála Istennek, hogy most már az ortodoxia is elfogadja és beiktatja a szentmiséjébe Szent István királyt. Ez az elválás óta, 1054 óta egyetlen szentre vonatkozik, csak Szent Istvánra. És hát újabban ugye protestáns testvéreink is Szent Királynak szólítják és mondják. A legutóbbi evangélikus élet nagyszerű számot adott ki Szent Istvánnal kapcsolatosan. Mert ő szent, az Isten vonta pártfogásába. Eljutott hozzá, és ezért az ő élete, az tündöklő csillag a keresztény és magyar égen. Manapság többször hallunk ilyen fölfogásokat, hogy hát jó, hát volt Szent István, de hát azok a nagyok, akik idejöttek, a törzsfők, kétségtelen, hogy nagyok voltak, mert nem jöttek volna be akkor eleink a Kárpát medencébe, ha Árpád nemzetsége nem jön be. De ugyanúgy el is vesztek volna kereszténység nélkül, mint ahogy a hunok, a gótok, a vizigótok, gepidák és minden más náció, aki ezen a tájon élt, ahol Szent Istvánnak a nagysága és bölcsessége kellett. Ő tisztelte az elődöket, ezt meg is hagyta fiának, hogy mindig tiszteld az elődöket. De ezért lett ő a legnagyobb magyar államférfi, és ami legnagyobb magyar szentünk. Hát ezt köszönjük neki, Szent István királyunknak, amikor ünnepeljük, és olyan jó, hogy újra itt lehetünk, és már csak az a kő hiányzik a régi székesegyházból, mert hála Istennek sikerült visszaszerezni a múlt században elajándékozatot, ami Szent István királyt magát ábrázolja. Hiteles mása megvan, az úgynevezett királyfej, mert azt kezdettől azonosították Szent István király fejével. Még az nincs meg eredetibe, de a többi visszatért. És az a fej olyan, hogy kérdőre von. Vizsgáló tekintete ránk néz, hogy mi hogy élünk, késői utódok, későbbi magyarok. Adja Isten, hogy
Szent István király vizsgáló tekintete, az ne találjon annyira rossznak bennünket, hanem követve az ő példáját azon az úton menjünk, amit ő nekünk megmutatott. Ezért nagyon nagy ünnep számunkra a mai. Egyszerre dicsőítjük Istent, és hálát adunk Szent Királyunkért. Légy áldott, Szent István király. Amen.